A Kultúrpontot látják, köszöntöm Önöket. Élet és halál, születés és elmúlás, múlt és jelen. Többek között ezeket a témákat fedezhetik fel a látogatók a Hegyvidék Galéria legújabb Lendvai Művészek című kiállításán. A rendhagyó tárlat 4 szlovéniai alkotó munkáit mutatja be. 4 eltérő irányzatot képviselő szlovéniai magyar művész alkotásaiból láthatnak válogatást az érdeklődők a Hegyvidék Galériában. A képzőművészek egyetemes emberi értékeket, nem ritkán problémákat jelenítenek meg a különleges festményeken, montázsokon vagy szobrokon. Többek között azért is olyan jelentős ez a mostani tárlat, mert először láthatjuk a muravidéki, illetve lendvai képzőművészet élet 4 jelentős képviselőjének az alkotásait így együtt Budapesten a Hegyvidéken. 4 különböző alkotó, akik mind technikailag, mind tematikailag más-más irányzatot képviselnek. Nehéz a szülőföldükön kívül közös pontokat találni, de nem is biztos, hogy szükséges. Ha végignézzük a kiállított műveket, olyan ellentétpárok, ellentétes jelentési szavak, antonimák juthatnak eszünkbe, mint élet és halál, születés és elmúlás, múlt és jelen, ősi és új, állandóság és változás, vándorlás és letelepedés. Csupa olyan fogalmak, amelyek azonban mégis szétválaszthatatlanok, nem létezik egyik a másik nélkül. A tárlat Gálics István legjelentősebb alkotásait is bemutatja. Az 1997-ben elhunyt grafikus művész egyedi fametszeteivel számos díjat nyert. Sajátos grafikai eljárást dolgozott ki, de nem csak technikai újításaival és gazdag színhasználatával tűnt ki. Képeinek motívumvilága 3 nagy csoportot alkotnak. Lepkeciklusának képein a lendvai lankák kubisztikus formái is megjelennek, de feltűnik a széthulló szellemi tájból kiutat kereső pillangó is. Gális lepke gyűjteménye egyébként a Lendvai Várgaléria Gális emlékszomájában megtekinthető. Hegedű ciklusában a különböző metamorfózison áteső hangszer szintén egy dekonstrukciós folyamat részeként jelenik meg, és végül a 3. csoportba, a Fosszília ciklusba tartozó művei közül láthatnak itt párat a kiállításon, amelyek életművének egyik legizgalmasabb alkotásai. A fosszíliák sorozat művein gazdag, változatos színvilágban derengenek fel a farostok, őstörzsek, fosszíliák, azaz növényi és vagy állati ősmaradványok formailag is izgalmas motívumai. Tartalmas szempontból a fosszília, illetve maga a fa az élet egy letűnt formáját idézi fel, valamit, ami volt, és csak nyomként, és most már műalkotásként, képként is megőrződött, emlékül és figyelmeztetésül, hogy minden múlandó. Baumgartner Dubravko festőművész legfrissebb 2017-es alkotásait hozta el a kiállításra. Vegyes technikával készült képei szintén a múlandóságra hívják fel a szemlélődők figyelmét. Ezek a legfrissebb munkáim, és hát idén születtek, különböző, tehát technikában alkottam még ezeket. Itt láthatóak, tehát akrilok vásznon, és egy ilyen sorozat, amely így vegyes technikában készült, tehát fa, fém és tehát homokföld keveréke. Göntér Endre aktuális társadalmi problémákat feszeget, alkotásain a vándorlás témaköre jelenik meg. Bár a műveken az ember nincs konkrétan ábrázolva, mégis az emberiséghez szorosan kapcsolódó témákat fogalmaz meg. Király Ferenc szobrászművész a természet formáit felhasználva készíti el különleges munkáit. Nála azonban nem az elmúlás, hanem az élet keletkezése játszik központi szerepet. Az én témám az a 3 természet, az emberi természet, az állatvilág és a növényvilág. Innit jön az én fantáziám, átmegy ilyen mitológiába is, nem? És aztán akkor átmegy egy ilyen erotikai formák is, persze ebből 3 természetből. Itten azt kell mondanom, hogy ez a perfekció, amit én csinálok, megfeszítem a formát, szép vonalak, nem? Úgyhogy a feszület belülről vibrálódik, és hát úgyhogy most ezeket a szobrokat el szokom valaminek nevezni, mit tudom is én, mint jel, mint origo, mint mit tudom is én, ilyen címeket adok, de legjobban nem szeretek adni címet, hanem mindig át szokom engedni a nézőnek, a közönségnek, hogy ők határozzák, mert ők mit látnak bent, mert az az érdekes. Itt annyi asszociációt kaphat, mikor ránéz egy dologra, hogy hát, hogy ő ezt lássa bent, a másik azt lássa benne.
A hegyvidéki önkormányzat és Lendva közti kulturális kapcsolat egyre élénkebb, köszönhetően a hasonló kiállításoknak, emelte ki a tárlat megnyitóján Fonti Krisztina a polgármester. Lendvával egy nagyon szoros, immár két évtizedre visszatekintő kulturális kapcsolatot ápolunk, és úgy gondolom, hogy ez fontos a számunkra, és úgy érezzük, hogy Lendva számára is fontos. Ez a kapcsolat immár két évtizeddel ezelőtt kezdődött, amikor is az első hegyvidéki nemzetközi művésztelepünket szerveztük. Az akkori művésztelep szoros kapcsolatban állt a lendvai nemzetközi művészteleppel, kölcsönösen igyekeztek és igyekeztünk bemutatni egymásnak az alkotásainkat. Lendvai művészek a kiállítás címe, mert mindannyian szorosan kötődnek Lendvához, ki így, ki úgy. Baumgartner Dubravko, amellett, hogy ott Lendván él és alkot, a lendvai Várgalériának a vezetője, illetve a lendvai ifjúsági művésztelepnek a vezetője. Király Ferenc pedig a mi hegyvidéki nemzetközi művésztelepünkhöz hasonló jellegű nemzetközi Lendvai Nemzetközi Művésztelepnek a megálmodója és vezetője. Nos, fontos a számunkra az, hogy ők itt vannak, fontos a számunkra ez a kapcsolat. Kicsit hasonló ez ahhoz, mint ahogyan fontos számunkra az Araddal való kapcsolat is, hiszen fontos az, hogy a határainkon túl élő magyar művészek munkásságát megismerhessük, és hogy őnekik is lehetőségük legyen arra, hogy itt bemutatkozzanak nálunk. Szlovénia magyarországi nagykövete szerint a kiállított alkotások néhány nemzeti sajátosságot is visszatükröznek. Kiemelte, a hasonló tárlatok hozzájárulnak a kulturális együttműködés erősítéséhez. A Lendvai Művészek című kiállítást december 1-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Hegyvidék galériában. Minden eddiginél színesebb programkínálattal várja majd az érdeklődőket a Beethoven Budán Fesztivál. Május 1-e és 7-e között összesen 8 koncertet hallhat majd a közönség. A fesztiválhoz kapcsolódva most először zeneszerző versenyt is rendeznek, ezen kívül filmvetítéseket és házi muzsikálásokat is tartanak. Egy zseni, aki újításaival és máig népszerű darabjaival beírta magát a zenetörténetbe, és aki hallása elvesztése után komponálta legtöbbet játszott darabjait. Beethoven 1800. május 7-én nagy sikerű koncertet adott a Budai Várszínház épületében. Erre emlékezve rendezik meg évről évre a Beethoven Budán Fesztivált. Kevés olyan európai nagyváros mondhatja el magáról, hogy Beethoven személyesen ott járt, hogy koncertet adott. Ugye viszonylag rövid időszak adatott meg neki a koncertezésre a lassan, fokozatosan elhatalmasodó süketség, fülbaj miatt. Tehát egy viszonylag rövid időszakban kellett megélnünk, vagy élhettük meg azt a zenet történetileg is nagyon fontos eseményt, amely aztán ő később őt Magyarországhoz fűzte. Tehát éppen ennek a látogatásnak a nyomán kérik fel őt több mű komponálására, az István a királyra, lesznek az ő műveiben magyaros motívumok. Tehát szerintem mi magyarok erre nagyon büszkék lehetünk. Mégiscsak a világ egyik legnépszerűbb klasszikus szerzőjéről beszélünk, akit szerte a világon milliószor adnak elő, játszanak. Bonnban született, Bécsben élte le az életét, de hozzánk magyarokhoz különös szeretet és vonzalom fűzte, és azt gondolom, hogy erre nekünk nagyon büszkének kell lennünk, ezt szeretnénk tudatosítani ezzel a szakmai fesztivállal. A 2018. május 1-től 7-éig tartó programsorozat minden eddiginél színesebb kínálattal és több helyszínnel várja a komoly zenekedvelőit. Az egyik, most már nyugodtan mondhatom, legfontosabb fesztiváljává vált a városnak, sőt az országnak. Ennyire fókuszba állítva Beethovennel egyáltalán nem foglalkozik senki más. Természetesen nagyon sokat játsszák a műveit az ország minden pontján, különböző hangversenyeken, de itt valamiféle szélesebb kitekintést adhatunk Beethovenről, a Beethoven körüli zenetörténeti korszakról. A fesztivált az Orfeó zenekar és a Purcell kórus koncertje nyitja meg, de a Jazzy Trio és a budafoki Dohnányi zenekar is színpadra lép.
A fesztivál történetében először zeneszerző versenyt is rendeznek. Kétszer írtunk ki már pályázatot a Beethoven Budán fesztivál keretein belül. Ezek azonban előadó művészi pályázatok voltak, és elsősorban fiatal előadó művészeket, zongoristákat, és a rákövetkező évben pedig hegedű művészeket bátorítottunk arra, hogy Beethoven versenyművekhez írjanak kadenciákat. Itt most nem kadenciát kérünk, hanem változatokat, vagy önálló feldolgozását olyan Beethoven műnek, amelyről el lehet rugaszkodni, amely a mai kortárs zeneszerzőknek is ad valami fajta támpontot, amihez ők viszonyulva saját önálló műveket alkothatnak. A jelentkezőknek Beethoven a Távoli kedveshez című dalciklusa alapján kell majd új művet komponálniuk. Szokás volt hosszú-hosszú évszázadok óta a zeneirodalomban, a zenetörténetben az, hogy egy-egy adott témára részben rögtönöztek, részben pedig komponáltak a zeneszerzők. Ez már a Gregorián óta így van, nem is tudom, másfél-kétezer éve az európai zenetörténetben. Mindig valamiféle magot használtak föl, mint a kenyérkovászát ahhoz, hogy tovább gondolják a saját stílusuknak, koruknak megfelelően a műveket. Hát valami ilyesmire számítunk most is. A mű, amit kiválasztottunk sok-sok fejtörés után, az végül is a Távoli kedveshez című dalciklus. Sok minden lehetett volna, egy szimfónia téma, vagy egy akármilyen szabadon választott Beethoven téma, de végül is úgy gondoltuk, hogy ha már, akkor mi is kapcsolódjunk valahogy a hagyományokhoz, és hát azt lehet tudni, hogy Beethoven maga is, meg aztán később Schubert korábbi dalok témáira komponált nagy műveket. Hát közismert darabok vannak, Schubert Halál és a lányka, ez eredetileg egy dal volt, aztán Vonós négyes lett belőle, stb. Stb. Beethoven is komponált mások témáira, dal témáira variációkat, illetve egy hosszabb zeneműveket. Hát Beethovennek egy ilyen dal ciklusa van, ez a bizonyos Távoli kedveshez című dalciklus. A 6000 euró özdíjazású nemzetközi zeneszerző versenyre május 14-éig lehet nevezni. A Beethoven Budán Fesztivál keretében jövőre házi muzsikálásokat is rendeznek, megidézve ezzel a korabeli szalonok hangulatát. A programokról bővebb információk a beethovenbudan.hu oldalon olvashatók. A magyar avantgárd úttörője Kassák Lajos 130 éve született és 50 éve hunyt el. A kettős évforduló alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeum és tagintézményei három kiállítást is szerveztek, hogy bemutassák Kassák munkásságát és azt a művészeti közeget, amelyben alkotott. Az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet tárlata a Magyar Avantgárd Színház megszületését állítja a középpontba. Vendégünk Galács Judit, a Bajor Gizi Színész Múzeum kiállításának társkurátora. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Miért tartották fontosnak, hogy Kassák színházi életben betöltött munkásságát is bemutassák? Ezt azért tartottunk nagyon fontosnak, mert ez a kiállítás elsősorban Kassák Lajos 20-as évekbeli munkásságával foglalkozik. Ez ugye három kiállítás, egyik van a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a másik a Kassák Múzeumban, és a harmadik van a Bajor Gizi Színész Múzeumban. És azért tartottunk nagyon fontosnak, mert íróként és képzőművészként már jól ismert Kassák munkássága, de a színházhoz való kapcsolata egy viszonylag kevéssé ismert oldala az ő szerkesztői és írói munkásságának, és viszont nagyon meghatározó volt a 20-as években, hiszen ő akkor a nemzetközi avantgárd művészet felé orientálódott, és akkor egy nagyon mainstream, ha mondhatom ezt a szót, vonulat volt az avantgárd képzőművészeti körökben, hogy a színház műfajával is és területével is foglalkoztak, és ő is nagyon aktív, hát aktívan bekapcsolódott. De ez a munkássága már a 10-es években is elkezdődött a 1915-16-tól megjelent folyóirataiban is, a TED-ben és a BÁM-ban. Ez a kísérletezés miben érhető tetten? Hogyan nézett ki az avantgárd színház? Az Avantgárd Színház elsősorban
papíron létezett, mert az 1910-es években Budapesten az egyetlen avantgárd színházzal foglalkozó kör, az a Kassák Lajos és a Ma folyóirat köré tömörült szerzők és művészek köre volt, és ők tulajdonképpen ez elméleti írásokban és dramaturgiákban jelentek meg ezek a kísérletek, majd 1917-től matiné esteket is és előadó esteket is szerveztek, ez folytatódott a bécsi időszakban is a 20-as években, és a 20-as évektől kezdődően pedig Bécsben a bécsi osztrák avantgárd irányzatokhoz kapcsolódtak. Az előadóestekkel is, a futurista és a dadaista előadóestekkel, amikkel főként a nemzetközi futurista és dadaista művészeknek a munkáit szavalták, valamint egy nagyon különleges zenei és színházi külön számmal is, ami 1924-ben jelent meg egy akkor Bécsben rendezett kiállítással kapcsolatosan. Tudná esetleg egy példát mondani, egy előadásra, ami ikonikussá vált? Ikonikus? Jó kérdés. Talán a bécsi előadó estek közül lehet említeni Simon Jolán Schönbrunnban megrendezett előadó estéjét, melyen Tristan Tzara, Hans Szárp és Raoul Hausenbergnek a verseit szavalta el. Ez egy eléggé sokat említett és sokszor leírt előadóest volt. A budapesti időszakból pedig lehet említeni az 1919-es újpesti munkásotthonban tartott előadóestüket, ami nem csak versszavalásból állt az a műsor, hanem egy felvonásos darabot is előadtak, aminek a szerzője Máca János volt, és a címe pedig Individuum. Miben állt ez az újítás, amit az avantgárd képviselt? Az avantgárd színházi kísérletek tulajdonképpen abban voltak újak, és azért is érdemes bemutatni ezt az egész tevékenységi kört, mert más szempontból látta, az avantgárd színházat főként képzőművészek csinálták, és ez pont ezért a képzőművészeti látásmód miatt egy másfajta színháztörténeti diskurzust látunk bemutatva, mert ők főként a látvánnyal, a színpadi tér és a mozgás szintéziséből kialakuló színpadi egység megvalósítását tűzték ki célul, és mint alkotásra tekintettek, színpadi alkotásra tekintettek ezekre a kísérletekre, nem úgy, mint a színháztörténeti kánonba tartozó más reform tevékenységek, amelyeknek meg főleg arra koncentráltak, hogy a színjáték és a rendezés újításait próbálják bevezetni a színpadra. Tehát akkor a hangsúlyok eltolódtak a látvány felé, mondhatjuk. Pontosan, ezt. Igen. Mikor adatálható ennek a törekvésnek a kezdete, és amikor azt mondjuk, hogy kassákizmus, akkor mit értünk ez alatt? Sokfelé találkozhatunk ezzel a kifejezéssel, főként ugye a kettős évforduló kapcsán. Ezt a kassákizmus kifejezést ezt most a kiállítás kapcsán vezettük be. Én korábban is találkoztam vele. Az aktivizmusnak hívták a korábbi szakirodalomban ezt a művészeti formát, vagy ezt az avantgárd művészeti stílust, amit az a kassákék képviseltek, de igazából a kassák sem mondta már rájuk a lapjára és a művészetére azt, hogy aktivista, hanem ez az avantgárd kör, ez tulajdonképpen a Kassák Lajos személyével azonosítódott, és tulajdonképpen azt határozta meg ezeket a mindenféle izmusokat átvevő kísérletezéseket, hogy a Kassákhoz kötődtek, és ezért a nevével azonosítható. Van ennek analógiája a külföldi elnevezésekben is, mert például a Marinettivel azonosítható futurista művészeti kísérleteket is egy idő után marinettizmusnak
Kassáknak hívták, és innen jön át a kassákizmus kifejezés is egy ilyen analógiára. Beszéljünk a kiállításról, hogyan jött létre az a tárlat, és milyen műveket tudnak bemutatni a Bajor Gizi Színész Múzeumban? A kiállítással ennek az évnek az elején kezdtünk el foglalkozni, hiszen ebben az évben van Kassák születésének 130. és halálának 50. évfordulója, és a Petőfi Irodalmi Múzeumból jött a kezdeményezés, hogy erről a neves évfordulóról meg kell emlékezni, és mivel a Bajor Gizi Színész Múzeum és ezzel az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet februártól már a Petőfi Irodalmi Múzeum tagintézményének számít, ezért azt találtuk ki, hogy egy 3 helyszínes kiállítással emlékezünk meg erről az évfordulóról, hiszen így akkor be tudjuk mutatni azt a 3 oldalát is Kassák munkásságának, amiről már volt szó. Tehát író, képzőművész és lapszerkesztő, amit egyébként pont a színházi témával lehet a leginkább demonstrálni. A ma folyóiratnak a megjelent írásait mutatjuk be, fényképeket a főként Simon Jolánról, aki nagyon fontos személyiség volt a 20-as években Kassák Lajos mellett, de a 10-es években is egyfajta alkotótársként működött, valamint kölcsönöztünk intézményektől, a Szépművészeti Múzeumtól egy grafikát, és a Kiszteli Múzeumtól is egy grafikát, valamint különböző folyóiratokból származó beszámolókat is beválogattunk a kiállításba, és azt is be is kiállítottuk, valamint egy nagyon különleges, a kiállításra készült felvétel is van. A ismert személyiségeket kértünk meg, hogy a ma folyóiratban megjelent és a versfelolvasó eseményeken elhangzott verseket olvassák fel, és ezeket rögzítettük videó formában, és a kiállításban megtekinthető. Ez az a bizonyos 1925-ös a Zöld Szamár az egy másik, című előadás, vagy ez egy másik? Az egy másik dolog, a Zöld Szamár Színházat 1925-ben alapította Palasovszky Ödön, és úgy jön be ebbe a diskurzusba, hogy be akartuk mutatni az egész avantgárd színházi fejlődésnek a történetét, és ez egy nagyon fontos fordulópont a magyar avantgárd színházi törekvésekben, és itt ez egy felvonásos darabból álló előadás volt, melyet színházi teremben kétszer, majd egy külön eseményként harmadszor is bemutattak, és ezt úgy próbáltuk beemelni a kiállításba, hogy egyrészt van a Boltnyik Sándornak egy plakátja, ami az előadáshoz készült, valamint rekonstruálni próbáljuk a Zöld Szamár Színház előadásának egyes részeit. Ez hogyan történik? Két részre bontottuk a 3 előadást, van 2 kórusmű, és egy felvonásos groteszk mű, Jean Cocteau-nak az Eiffel Torony násznépe című szuperműve. A 2 kórus előadást egy a kiállításra, különös, speciálisnak kiállításra alakult kórus adja elő. Ezt az Eiffel Torony násznépét pedig ezt a Iván Golnak 2 dadaista költeménye, az Új Orfeusz és a Párizség, és az Eiffel Torony násznépét pedig gimnazista diákokkal fogjuk rekonstruálni. Még az nem történt meg, az még folyamatban van. Kiknek a figyelmére számítanak elsősorban a kiállítás kapcsán? Mindenkinek a figyelmére számítunk, akit érdekel egy teljesen más szempontból láttatott színháztörténet, és mindenkinek a figyelmére számítunk, aki a művészettörténet, az avantgárd színház, az avantgárd művészet iránt érdeklődik. Kortalanul tulajdonképpen. 0-100 éves korig. Szerveznek-e kísérő programokat? Számos kísérő programot szerveztünk, van avantgárd filmekből válogatott filmvetítés, ez egy 3 részes sorozat, az első része már lement, és a második pedig decemberben fog lemenni, vagy hát megtörténni. A PIM Esti Extra formájára
kiterjesztjük ezt az eseménysort a Kassák Múzeumban és a Bajor Gizi Színész Múzeumban is, és a Bajor Gizi Múzeumban BGM Esti Extra címen fut. A november 23-ai eseményen a Palasovszky Ödön és az Ötszamár Színház lesz a téma, a januárin pedig Simon Jolán és az ő szerepe és az ő művészeti tevékenysége. Mit gondol, Kassák törekvéseiből mi az, ami átörökítődött a mai színházi világba? Maga ez az avantgárd látásmód öröklődött át. Azt hiszem, nem csoda, hogy azok a műformák és azok a műfaji kísérletek, amik nála megjelentek, például az említett Zöldszamár Színházban kísérletezett zavalókórus, vagy a mozgásszínház, vagy az egzisztencialista drámából felépített egy felvonásos előadások, újra és újra előkerülnek a neoavangárd színháznak a kísérletei között, hiszen már akkor ráláttak arra, hogy mik azok a fontos területek, amikkel közelebb tudják vinni a színházi előadást a közönséghez, és mi az, amiben újat tudnak beemelni az előadásokba és az előadás formákba. Tehát akkor magyarán megpróbálták mindig tudatosan újraértelmezni, egy picit átértelmezni, továbbvinni az ő törekvéseit. Igen, egyrészt ez igaz, másrészt pedig rátapintottak azokra a műformákra, amiket megtaláltak a neoavangárd során, a neoavangárd által a neoavangárdban dolgozó művészek is, például a Grotowskynál is feltűnnek a részvételi színháznak az elemei, amik már itt is megvannak, vagy a Halász Péter színházában is, aki egyébként direkten utalt is vissza a Kassák Lajosra, tehát nála is megjelennek azok a kísérletek, amik már itt is megvoltak. Végezetül meddig lesz látható a kiállítás? 2018. február 25-én, és akkor lesz egy nagy finisszázs, és amire mindenkit szeretettel várunk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Nagyon szívesen. Friss Kultúrponttal minden szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!